A több mint 4000 barlang közül, ami hazánkban található, mindössze néhány az, amely mindenki számára látogatható. Azonban még ezek között is a legszebb és legértékesebb barlangok védelmük érdekében el vannak zárva a nagy közönség elől. Persze a legtöbb barlang alkalmatlan a bemutatásra, hiszen sokszor szűk, vizes járatok vagy akár több száz méteres mélység vezet a legszebb részekhez. Egri Csaba, a barlangász az utóbbi években fényképezőgép nélkül már sosem megy barlangba, és abból is mindjárt kettőt visz, hogy háromdimenziós fotók segítségével mutassa meg a sötétség birodalmát. 1993-ban voltam először barlangban, úgyhogy most már több mint 20 éve járom a barlangokat, és hát 2002-től kezdtünk el komolyabban a barlang dokumentálásával foglalkozni, és akkor jött ez az ötlet, hogy fantasztikus barlangjaink vannak, amiket kevés ember láthat, ugye ahhoz, hogy ide lejuthassunk, és speciális végzettségek, speciális engedélyek kellenek, amit kevés ember szerezhet meg, és kevés ember láthatja ezeket a felszín alatti természeti kincseket, és akkor jött az ötlet, hogy mégis valahogy ezt beszeretnénk mutatni, és 2002-től kezdtünk el próbálkozni azzal, hogy hogyan tudnánk ezt viszonylag élethűen megjeleníteni, és hát 2010 után jutottunk el odáig, hogy sikerült egy olyan technikát kidolgozni, egy olyan módszert, amivel ezt nagy közönség számára is be tudjuk mutatni. Sötétségbe borult a Vécsei Károly általános iskola tornaterme. A diákok akár csak egy moziban kíváncsian 3D szemüvegben várják a vetítés kezdetét. Bár most nem egy hollywoodi akciófilmre váltottak jegyet, de tanulmányaik során minden bizonnyal hasznukra válnak azok az információk, amiket a Magyarország Kristálybarlangjai című 3D-s film bemutatón láthatnak és hallhatnak. Egy iskola számára nagyon fontosak az olyan rendezvények, ahol a gyerekek jól érzik magukat, hiszen az a legfontosabb, hogy az iskolába szívesen járjanak be. Ez a rendezvény még azért is nagyon előnyös, mert a kor szellemének megfelelően népszerűsíti a természettudományokat, illetve a természet védelmét is a védett barlangok bemutatásán keresztül. Ráadásul a gyerekek háromdimenzióban juthatnak el olyan helyekre, ahol a valóságban nem járhatnak, hiszen ahogy a barlangász szakember is említette, ezeknek a barlangoknak a bejárása engedélyekhez kötött, illetve nagyon különleges helyeken vannak, sok esetben védett, vagy nagyon mélyen lévő barlangok. A gyerekek pedig hát, a legmodernebb eszközökkel, a legmodernebb megjelenítési technikával 3D-ben nézhetik meg ezeket a dolgokat. Folyamatosan figyeli az iskola hasonló lehetőségeket, hogy a mai kor technikai újításainak segítségével a diákoknak még színvonalasabbá tegyék az oktatást, és játékosan, érdekes formában bővítsék a fiatalok tudását.